Most színpadra szólítanám dr. Gaudi Nagy Tamást, a Magyar Csodaszarvas Tisztelet, Egyesület tiszteletbeli elnökét, aki talán egy 2014-es parlamenti felszólalás felidézésével kezdi beszédét. Köszönöm. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves honfitársamat itt a Kárpát-medencében. Gunyhatáron innen és túl egy szent magyar ügy érdekében jöttünk ma össze. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy vállalta az energiákat, vette a fáradtságot és a bátorságot, hogy itt a vírusos időkben is kiáll szent magyar ügyek mellett. És különösen köszönjük professzor dr. Kásler Miklós miniszter úrnak, hogy sok-sok emberpróbáló munkája mellett azt is vállalta, hogy fővédnöke lesz ennek a mai estének, amely nem kevesebb célt tűzött ki, mint ahogy már ez elhangzott kiváló barátunktól, Csuri Ákostól, hogy egy nagy álmot álmodtunk meg, mégpedig azt délvidéki barátainkkal, Bánság egy csodálatos városának, Törökbecsének igazságot szolgáltatunk, és nem csak ennek a városnak, hanem egész délvidéknek, minden elcsatolt magyar területnek és a Kárpát-medence minden magyarjának egy szimbolikus visszaállítást. Mégpedig ez a visszaállítás nem más, mint ugye itt már szóba került az a csodálatos szabadság emlékmű, ami 1903-ban, szeptember 13-án került felállításra a délvidéki magyarság életerejét megmutatandó 1848-49-es szabadsághoz dicsőséges helytállására emlékeztetve, ugye a örök szabadság jelképeként. Egy fantasztikus alkotás, amelyről majd természetesen délvidéki barátaink, és különösen Link Lajos barátom, az egész ügynek a helyi ceremóniamestere és felkarolója fog majd beszélni. Nem akarom elvenni az ő kenyerét. Mindeset ez a csodálatos emlékmű felállításra került. A tetején egy fantasztikus 2,5 méter fesztávolságú, szárnyfesztávolságú bronz turulmadár szoborral, amelynek a csőrében Attila kardja volt található. És hát ugye egy gyalázatos dolog történt. 1918-ban nem csak egy, hanem nagyon sok, hiszen miután a hazáruló Károlyi kormány letetette a fegyvert a magyar hadsereggel, kivette 1 millió katona kezéből, a magyar katona kezéből a fegyvert, ezért erre a pillanatra váró szomszédos népek lerohanták magyar területeinknek kétharmadát. Ezek között is délvidék Bánságnak ezt a csodálatos fertáját, és 1918-ban a bevonuló szerb csapatok ledöntötték ezt az emlékművet, és ennek az emlékműnek a darabjait, ugye ökrös fogat azt körbehúzták, de ezt a Lajos sokkal jobban el tudja mondani, hadd mondja elő a történetet, meg hogy hogy tudták átvészelni ezek a szobor darabok ezt a 100 évet, és hát a turulmadarat, meg különösen, amely ugye ott élő szerbség számára a magyar életér egyik szimbóluma volt, ezt behajtották a Tiszába, a Tisza folyóba, hiszen az a Tisza folyó mellett elfekvő csodaszép város, egyik oldalán a Tiszának Törökbecse, másik oldalán Óbecse. És ez mai napig megvan, és ugye a Lajosék kiváló munkájával, amiről szintén majd mesélni fog, megtalálták, feltárták, hogy hol található ez az emlékmű, és be is mérték szonárral és egyéb eszközökkel, megvan a helye. És mi azt határoztuk el néhány évvel ezelőtt, amikor ők ezt már fejükbe vett tervként hordozták a Kárpát-medencében ezt az ötletet, hogy ez bizony meg kell valósítani, ki kell emelni onnét a Tisza iszapja alól, és az egész emlékművet ismét fel kell állítani Törökbecse főterén, mindegy szimbolikusan is visszaállítva azt a magyar dicsőséget és szabadságot, amelyre a trianoni diktátum hát egy hatalmas szégyenfoltot nyomott, és nyom azóta is. És ami azóta történt, az nagyon bíztató, erről egy pár mondatot még mondanék. Szerettük volna bemutatni azt a folyamatot, vagy szeretnénk bemutatni azt a folyamatot, hogy hogyan jutottunk el idáig. Ez egy nagyon fontos fordulópont a mai este, hiszen nyíltan kiléptünk a nyilvánosság elé, és kérjük a magyar polgárok összefogását, segítségét, hogy ez a nagy terv megvalósuljon. Ez a mai este a művész fellépőkkel, támogatókkal egy jelentős forrás növelést irányoz elő, de nyilvánvaló, hogy ennél még azért több kell, tehát gyűjtjük, keressük azokat a partnereket, támogatókat, akikkel ez a nagy álom megvalósulhat.
Kicsit a küzdelemnek az első időszakáról szól az a parlamenti felszólalás, amit jó magam követtem el 2014. február 4-én, szinte a parlamenti mandátumom utolsó előtti hetén, amikor is ugye Lajosék ötletéből ihletve úgy éreztem, hogy eljött az ide, hogy ennek az országos nyilvánosságot is adjak a Nemzet templomában, a Kárpát-medence egy csodálatos legszebb épületében, ahol éppen a víz alatti kulturális értékek UNESCO szerződésének, egyezményének a ratifikációs vitája zajlott. És úgy gondoltam, hogy ez egy jó hely és alkalom arra, hogy a víz alatti kincsek és értékek némelyikére felhívjam a figyelmet. És igazából itt röviden idéznék abból a felszállásból. Leszerettük volna vetíteni, itt a technika ördöge folytán, ez most picit nem jött össze, de a lényeg az, hogy akkor az következőt mondtam. Én egy olyan esetet szeretnék felvillantani, amely közel 100 éve van már a víz alatt, de talán még nincs 100 éve. Egy olyan magyar településhez kapcsolódik, amely mindenképpen megérdemli a figyelmet. Egyrészt megérdemli a figyelmet, másrészt a magyar állam támogatását is abban, hogy a víz alatti magyar kulturális történelmi érték felhozható legyen. Ez a település a tiszamenti Törökbecse. Nekem jó barátaim vannak ott, nemrégiben jártam ott, nagyon jól sikerült látogatás volt, többször is voltam arrafelé. Aracs temploma van onnan nem messze, egy csodálatos árpádkori templom, ott magaslik a bánáti síkságon. Ugye ez a település Törökbecse elcsatolásra került 1920-ban, az 1910-es népszámlálási adatok szerint 7000 fős lakosságából 5000 volt magyar. Sajnos mára megfordult ez az etnikai arány. Viszont a víz alatti világ igen gazdag. Hogy úgy mondjam, a Tisza egyrészt mossa a Törökbecse várának falait. Egy különleges várról van szó, amit mindenkinek javaslok, hogy keressen föl. Óbecse túloldalán van ez. Óbecse a bácskai oldalon, Törökbecse a túloldalon. Mindenképpen megéri átmenni, mert egy nagyon különleges vár. Nem tudom, van-e egyáltalán ilyen magyar régépítésű vár, amely komoly védelmi feladatokat látott el, de tulajdonképpen a vízre épült jelentős mértékben a Tisza partjára. Ilyen értelemben falai belenyúltak, és jelenleg is belenyúlnak a Tiszába. Tehát a falak belevesznek a Tisza vizébe. Biztos, hogy nagyon sok értéket lehetne felhozni. Hadd kezdeményezem azt, miután Martonyi János folyamatosan azzal nyugtatgat minket, hogy milyen jó és kiegyensúlyozott a magyar-szerb viszony, amiről persze mi egyáltalán nem vagyunk meggyőződve, hogy így van, de ha mégis van egy ilyen vonal diplomáciai szinten, akkor használjuk már ezt ki arra, hogy esetleg jelentse be a magyar állam az igényét, hogy vállalja a magyar állam, nem hiszem, hogy horribilis költségekről lenne szó, hogy a törökbecsei várat feltárja a víz alatti régészeti világát tekintve. És akkor itt egy lépéssel átléptem a másik témához. Illetve van egy másik víz alatti tárgy, egy magyar kultúrtárgy Törökbecse partjainál, a Tisza mélyén, az a csodálatos turulszobor, amely Törökbecse főterén volt megtalálható évtizedeken át, amelyet 1918-ban a bevonuló szerb csapatok onnét eltávolítottak. Első dolguk volt, hogy ezt a Tiszába dobták. Szerencsére vannak hazafias érzelmű fiatalok, Link Lajos és barátai, akik elhatározták, hogy akármi történik, ők ezt a turulszobrot mindenképpen ki fogják valahogy onnét hozni. Segítsen ebben nekik a magyar állam, arra kérem. Az Aracs Kulturális Egyesület hosszú évek óta dolgozik azon egyébként, hogy az aracsi puszta templom környékét rendben tartsa, ott kulturális eseményeket szervezzen. Mindenképpen megérdemli ez a szervezet az, hogy figyeljünk rájuk, támogassa őket a magyar állam. Kérem államtitkár urat, hogy továbbítsa ezt az illetékes szervek részére, egy célzott program jöjjön létre, legyen ez egy kiemelt program. Ugye most azt mondjuk, hogy a magyar-szerb megbékélési folyamat egyfajta felívelő korszakát éli. Hozzáteszem azért, a valóság mélységes a mélység nem ezt mutatja, de ha van egy ilyen, akkor valóban ez nyilvánuljon meg, ne csak szimbolikusan temető és síremlékek avatásában, hanem egy magyar kulturális víz alatti érték feltárásával. Ennyiben szerettem volna megvilágítani azt, hogy ez az egyezmény, a víz alatti kulturális örökségvédelmi egyezmény hasznos, fontos dolog. Bízom benne, hogy ez a magyar nemzeti érdekeket is szolgálni fogja, ha azzal a lehetőséggel jól sáfárkodunk. Kérem államtitkár urat, hogy lépjen az ügyben. Köszönöm szépen. Így hangzott a felszólás annak idején. És hát az élet azt hozta, hogy tudtunk tovább lépni, és az élet lehetőséget kínált arra, hogy jelentősen lépjünk, hiszen ha nem is az akkori államtitkár, de most Kásler miniszter úr meghallgatta szavainkat, és arra méltónak találta az ötletet, hogy felkarolja és támogatásáról biztosítsa.
És ugye ezt a folyamatot támogatásában részesítette, nagyon bízunk abban, hogy ezt az egész folyamatot majd az ő figyelő tekintet, illetve a kollégái állami tisztviselő társai segíteni fogják, meg mindezt ugye állami források is segítik. Ennek az egész kezdeményezésnek a céljait szolgálja egy kis kötet, ez a kis zöld kötet, a Törökbecsi Szoboravatások című kötet, amit nemrégiben kiadtunk, és ezt ugye kiváló helyi délvidéki kultúrtörténészek rakták össze, és kifejezetten bemutatja, hogy milyen körülmények között emelték a helyiek ezt a szobrot, illetve nem csak ezt, hanem az Hungária Szabadságharcos szobrot, és Leiningen-Westerburg Károly aradi vértanú szobrát. Ennek a kötetnek a utószavát volt szerencsém megírni, ennek a szerénykönyvnek a támogatását is biztosítani, és hát én gondolataimat azzal zárom, hogy elolvasom azt, amit akkor ebbe a kötetbe írtam, egy pár évvel vagy két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, és úgy érzem, hogy lépésről lépésre közelebb vagyunk ahhoz, hogy az itt leírtak megvalósuljanak. Különösen arra a tényre, hogy trianoni diktátum 100. évfordulójának évében vagyunk, és a történelmi igazságtétel még mindig várat magára a magyarság tekintetében. Egyfajta újrarendezés, egyfajta újragondolása, meghaladása ennek a diktátumnak, amelyről bebizonyosodott, hogy teljes mértékben életképtelen és alkalmatlan arra, hogy az itt élő népek együttélését rendezze. A turul visszaszáll méltó helyére. Az idő Isten kezében van, és az idő az igazság szövetségese, vallotta Mindszenty József herceg prímás. Ennek a mondatnak a teremtő ereje és az elszánt törökbecseiek cselekvő hazaszeretete és hite hozza immár egyre közelebb annak a napját, hogy 115 évvel a törökbecsei turulmadárral ékesített 48-as szabadságharc emlékoszlop felállítása után, és 100 évvel annak ledöntése és a turulmadár szobrának tiszába hajítása után visszaálljon ez a csodás emlékoszlop a helyére, eredeti formájában. Biztos vagyok benne, hogy a magyarság legendás madara turulmadár rövidesen jelképesen ismét elnyeri méltó helyét törökbecsén, és óriási lélekébresztő, mozgósító hatása lesz. Egy új, szebb jövőt hozó időszámítás kezdődik majd, a sokat szenvedett, de nemzetéhez hű és hatalmas életerejű torontál és délvidéki magyarság számára. Világossá válik ezáltal, hogy a jogfosztás kora egyszer s mindenkora véget kell érjen, és a kincses és gazdag hagyományú térség nemzetiségei egyenjogúan és egymást tisztelve élhetnek, alkothatnak és védekezhetnek együtt közös ellenségekkel szemben. Úgy egy nemzeti közösség sem lehet szabad, ha egy másikat elnyom, és jelképeit nem tiszteli. A turulmadár és a magyarság szárnyalása minden itt élő nemzetiségre megtermékenyítő hatással lesz, és ezáltal soha nem látott emelkedés útjára léphet Bácska és Bánát. Ezt a történelmi esélyt nem szabad elszalasztani. Isten áldása szálljon minden jó akaratú emberre, akik ezt a nemes kezdeményezést előmozdítják. Isten óvja és vezesse Magyarországot. Köszönöm a figyelmet.